Nyitnak a teraszok Svájcban, annak ellenére, hogy az utóbbi hetekben felfelé ívelt a napi koronavírus fertőzések száma. A bárok és éttermek december óta voltak bezárva, a nyitás hírére a hétvégén megteltek a teraszok. Az összes asztal foglalt volt ebben a Genfi bárban. So we had very difficult... Nagyon nehéz négy hónapon vagyunk túl. Zárva voltunk, és csak vártunk és vártunk. Jelentős a bérleti költségünk, ahogy itt Genfben mindenkinek. De most nagyon örülünk, mert van egy szép nagy teraszunk. Azokat nagyon sajnálom, akiknek nincs, de remélhetőleg ők is hamarosan kinyithatnak, mondta a Kornárpáp tulajdonosa. Kinyithattak az edzőtermek is, és a szabadtéri sportok is engedélyezettek, de a kültérrel nem rendelkező vendéglátósoknak továbbra is zárva kell tartaniuk. A svájci demokrácia egyik sajátossága azonban, hogyha egy ügy mögé legalább 50 ezer aláírás gyűjtenek, akkor a kérdésről népszavazás írható ki. Egy aktivista csoport, amely alkotmányellenesnek tartja a kormány vészhelyzetre hivatkozó tavaly elfogadott jogköreit, összegyűjtött kellő számú támogatást, hogy a nyár elején fakultatív népszavazást tartsanak a lezárásokról. Az ország egészségügyi minisztere az újranyitás előtt még azt mondta, bízik az emberekben, hogy be fogják tartani a szükséges óvintézkedéseket, legutóbb azonban már óvatosabban fogalmazott. A nyitás első fázisában tartunk a háromból, most figyelnünk kell a jelenlegi helyzetet, és a vírus terjed, az új fertőzöttek száma növekszik, így nem tehetjük meg a következő lépést. Néhány napja kezdtünk el lazítani, most nézzük meg, hogyan alakul a helyzet, mondta Alenbersző. A mi előbbi nyitásban reménykedők a védőoltásban bíznak, azonban az országban csak minden hatodik ember kapott eddig legalább egy vakcinát.